korábbi videóban falinyektánsról volt szó, annak is a vonalmenti verziójáról, amikor is a falazó elemek be, itt van a belső padlóvonal, belefúrtunk belülről, oldalról, valamilyen hajlásszög mellett és szigetelő anyagot juttattunk be, hogy itt nem is fúrták végig ezt a lukat, hanem itt aztán injektálnak juttatva le, bele szépen kialakult egy injektált faltest vonal mentén a fal teljes hosszában. Ehhez az is hozzá tartozik, hogy ehhez hozzá szigeteljünk, ami egyik oldalról a külső szigetelő anyagot jelenti, tehát kívülről ki kell lásni ezt az egészet, és ide szigetelő lemezt kell juttatni, aztán azt itt ki kell hajtani, el kell. Tehát lényeg az, hogy ez a két rendszer összefügg átfedésbe kerüljön, és ugyanezt a szigetelő lemezt, vagy egy másik fajtát ugyanígy belül is meg kell csinálni. Az a lényeg, hogy a két rendszernek legyen átfedése, ez azért jellemzően 20 centi, most itt a 20 centit kicsit fura lesz bekortázni, de valahogy így lehetne talán. Lényeg az, hogy a külső szigetelés meg a belső szigetelés a padló alatt átfedésbe kerüljön ezzel a vonalmenti injektált szigeteléssel. Ilyenkor nyilván a régi padló az eltüntetésre kerül, elbontásra kerül, és mikor ez a szigetelés elkészült, akkor egy új padlót kell készíteni, ugye ez a kis háromszög jelentette a padlóvonalat. Tehát magyarul itt padló építési munkálatok is vannak. Ez egy egyszerű kivitelezés szigetelő lemezzel, gazdaságosabb, de létezik az a megoldás is, hogy itt nem vonalmentén injektálunk csak, hanem tovább injektáljuk tömbszerűen. Tehát ha mondjuk ezt a szigetelést gondolatban most elfelejtjük, akkor az is lehet egy megoldási mód, hogy tovább fúrok, annyi furatot készítek, amennyire csak egy faltestet szigetelni akarok, és szépen ezek a furat sorok egymásba átfedésre kerülnek. Lényeg az, hogy minden furat sor végül tömb injektáltá teszi ezt a falat, és az egész fal szigetelté válik. Tehát erre a szigetelő lemezre ez esetben nincs szükség, viszont ez nem egy vonalmenti injektálás, ilyenkor nem egy tömb injektálás, tehát az egész falat injektáltá tettem. És megtehetem a padlónál is, hogy ezt valamiért nem tudom vagy nem akarom megcsinálni, akkor egész egyszerűen a padlót is függőlegesen lefelé tudom injektálni, és tulajdonképpen egy tömb injektált padlót kapok ebben az esetben. Ilyenkor nagy kérdés persze, hogy mennyire gazdaságos ez a megoldás, illetve vajon a padlóval lévő szennyvízcsatornákat, elektromos vezetékeket, vízvezetékeket elfúrom ezzel az injektálással vagy sem. Az persze a falnál is fennáll, ugye itt sokszor előfordul az, hogy kábeleket sikerül elfúrni vagy megtalálni, tehát ilyenkor különös gonddal kell figyelni a kivitelezésnél, hogy egyrészt senki ne szenvedjen balesetet, másrészt ne fúrjuk el a kábeleket, hogy működjön is a rendszer, mind elektromosságilag, mind vízvezetékileg.